Győr lesz az egyik kiemelt helyszíne a First LEGO League idei verseny kiírásának, ugyanis a Mobilisben rendezik az egyik regionális döntőt, mondta el Mornár József, a First LEGO League magyarországi projektvezetője. Úgy néz ki maga a verseny, hogy ha szerződéses viszonyban nézzük, akkor ezek egy lefelé származtatott maga a verseny, tehát van a globális döntő, az alatt vannak a nemzeti döntők, és az alatt vannak a regionális döntők. És ez ugye még közvetékelni még egy nemzeti, vagy egy regionális, nem is országok közötti döntőt még össze lehet hozni, de most jelenleg ugye ez az ág, ami minden csapat végigmegy, és ennek a legkezdete, ahol a csapatok becsatlakoznak a versenybe, azok a regionális fordulók, vagy regionális döntők, és Győr az egyik ilyen kiemelt regionális partnerünk, aki regionális döntőt szervez. Most fejben mondom, kb. 12-14 csapat fog náluk versenyezni, és abból a két legjobb csapat fog tovább jutni majd a nemzeti döntőre, és hogyha ők lesznek a nemzeti döntőn az első, másik vagy a harmadik helyezettek, akkor ők jutnak tovább a globális döntőkre, tehát abban a három országban, amit korábban mondtam. És ugyanígy a Best Race Tatabány és a programban Budapesten, ugye az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Tatabány az Edutus, hogyha már elkezdtem nevesíteni, illetve a Mobilis, akiben van Győrbe, Debrecenben az Agora, Zalaegerszegen pedig a GANC szakképzési centrum, aki ebben a programban részt vesz. Idén először a legjobb magyar csapatok a First LEGO League nemzeti döntőn találkoznak, a szervezők pedig garantálják a legjobb három csapat továbbjutását a nemzetközi globális versenyre, köztük a világdöntőre, a First World Festivalra, Detroitba.